Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Ez itt a Check Engine podcastje, Vince Dániellel és Sturz Antallal. Ugye korábban is készültek már hasonló adásaink, de azok mindig egy adott témáról szóltak, egy adott kérdést jártak körül. Most viszont másképp fog történni. Így van. Sok dologra nincsen lehetőségünk, hogy megbeszéljük más videóban, nem kapcsolódik a témába, nem illik egyszerűen a videóba, és régóta tervezgetjük Antival, hogy jó lenne egy ilyen kötetlen témájú beszélgetős podcastot indítani, és ennek ez az első része. Így van. Próbálunk két hetente jelentkezni, de ugye Dani is elég elfoglalt meg. Én is elég elfoglalt vagyok. Ettől függetlenül igyekezni fogunk, tehát lesz mit nézni és hallgatni. Iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. És a webshopban vásároljatok, ilyen nagyon szép bögrét tudtok venni magatoknak, illetve ilyen pólót is tudtok venni, meg nyakbalkasztónk van, illetve képek még azt hiszem az Audiról, meg a Swiftről talán, de igyekszünk bővíteni minél jobban a termékkínálatot. De nem tudom, hogy neked mi a leggyakrabb kérdés, ami szembe jön így barátoktól, meg rokonoktól. Nekem hát, nincsenek barátaim. Jó lesz ez a beszélgetés, én már érzem. Szóval, hogy te igazából mit csinálsz, és hogy így, amikor így végig gondolom, hogy tudod, amikor így vannak olyan emberek, akik szerencsés helyzetben vannak, és így le tudják ütni ezt egy mondata, hogy hentes vagyok egy közepes méretű áruházban, könyvelő vagyok egy multicégnél, vagy valami, de hogy... Taxisofőr, de hogy mi nem tudjuk egy mondattal körülírni, hogy mit csinálunk, és az enyém azért még egy kicsit jobban látszik, de kérlek, Dani, meséld el, hogy te mit csinálsz? Hogy telik egy napod? Mindig egy hatalmas sóhajtással szoktam kezdeni a választ erre a kérdésre, és attól függ, hogy kiteszírod föl a kérdést, mert azért tényleg a baráti körömben, akik ismernek, azok már alapvetően mindenki tudja, hogy mivel foglalkozom már egy jó pár éve, ugye ezt csinálom. De az egyszerű és rövid válasz az, hogy mindent. Tulajdonképpen. És ez tényleg túlzás nélkül mondhatjuk, főleg így, hogy most itt ülünk Antival a kamera előtt is beszélgetünk veletek. Csak hogy nézzünk egy átlag hétköznapot. Várjál, bocsánat, induljunk az elejéről, Vácról jársz be, így van. Ami sajnos determinálja azt, hogy az átlagnál korábban kezd. Így van. Nem lenne muszáj, de szóval ez félig saját döntés. Alapvetően mindig szerettem korán kelni, ez nem jelent problémát számomra. És most szerencsés helyzetben vagyok, mert nincs iskola, ezért a forgalom nem olyan szörnyű, hogy ezzel nagyon sokat kelljen foglalkozni, szóval egy éppen később kelek föl, akkor nem a fél óra helyett másfél óra beérni kis túlzás, hanem ugyanúgy fél óra alatt beérek, de hogyha elkezdődik szeptemberben az iskola, akkor onnantól kezdve újra, hogyha 6 órakor nem indulok el otthonról, akkor tulajdonképpen a fél órás beérésem az legalább egy órára növekszik, és ezért is általában 7-kor szoktam itt kezdeni a napomat. Beérek itt, még elrendezkedem magamat, iszok egy kávét, ilyesmi, és akkor 7-kor már neki tudok állni a aktuális napi feladatoknak. Óvatosan, mert most ugye megtudták a hallgatók meg a nézők, hogy te Vácon laksz. Ajaj. Ha Vácon feltűnik egy piros Swift, abban ne kössetek bele, mert nagyon sikít. Hál' Istennek ilyen piros Swiftből kevés van, szóval könnyű engem megtalálni ezzel, még Vácon is. Hát mindig csikorog a gumia, onnan fognak téged felismerni. Persze, huligánkodok közúton, mindig ez jellemző rám. Ezért is szeretem a Swiftet, mert ezzel lehet sportosan közlekedni. Sportosan? Ja, nem. Ez egy nyugodt autó. Jó, de amikor kimegyünk a Mekibe, meg kimegyünk az Unixba, meg kimegyünk a kínaihoz, meg ilyenek, akkor azért meg szoktad mutatni, hogy van ott akar. Bár a Mácin kell megmutatni, ezt mindig mindenki tudja szerintem. Hát de legális körülmények között tudjuk megmutatni a Vácin, hiszen amikor egy keményen végiggangolt harmadikkal. Esőben még a harmadik is elkapart. Szóval igen, amikor megérkezünk a 48,5 km/h-hoz, akkor még kapar. Vidáman, igen. Jó autó a Swift egyébként, de ugye ez van egy nagyon jó videó, amit Anti készített még a csatorna indulásakor, hogy milyen jó a Swift, és ebben például erről is beszélünk, hogy miért jó. Így van, így van. De, amikor mondtad, hogy neki kell állni a napi teendőknek, szerintem legyen az, hogy én is elmondom, hogy hogy indul egy nap, és akkor onnan folytatod te, aztán így pingpongozunk vele. Legyen pingpongozás. Szóval én mondjuk fölkelek ilyen 9 magasságában. Nem, ez nem amikor igaz. Amikor én a második kávémon már túl vagyok általában. Nem, nekem ez roppant hektikus. Én ugye Pilisborosjánál lakom, és az a vicces, hogy ez innen mindössze 17 km, és tovább. Közelebb van, mint Vác. Igen, és tovább tart bejönni. Ez ugye az M0-es meg nem építésének szégyene, ugyanis a 10-es út is, meg a Megyeri híd elkerülő is, hát áll, mint a szöveg.
Nagyjából én is úgy vagyok vele, hogyha hatkor... Már jó régóta. Így van, és még jó sokáig, hogyha olvassuk a híreket. Szóval, hogy én ha 6.15-ig, 6.30-ig nem indulok el, akkor igazából onnantól kezdve már felesleges is, mert igazából nem érek ide hamarabb, hanem sokszor van olyan, hogy felkelek tényleg ilyen 7-7.30 magasságában szoktam, ugye van egy másfél éves kisfiam, aki ezt azért... Segít benne. Időnként megvariálja, nagyon hektikus a gyerek, mert van, hogy 5.45-kor felkelésében van, van olyan, hogy 5.15-kor felkel és még alszik vissza az etetés után, meg van olyan is, hogy 8.30-kor kell. És jellemzően... Jól tervezhető a nap. Igen, igen, igen. Jellemzően akkor kell kora hajnalban, amikor nekem is korán fel kell kelnem, és még számítanom az a fél óra alvás, de hát ugyan. Segít, hogy véletlen se aludjál. Igen, igen, és hogy velem azért elég sokszor előfordul, hogy, hogy olyankor reggel még leülök a gép elé dolgozni, és akkor csak később jövök be, amikor a forgalom ezt már engedi, vagy bringelve jövök be, mert akkor bent vagyok 25 perc alatt. És meg, mozogsz is egy jót legalább. Meg igen, akkor 12 kilométert úgy ebből az úgy megindítja a vérkeringés reggel. De nekem ez azért ennyire hektikus, mert tök sokszor van, hogy hazamegyek, lerakom a gyereket 8:30-kor, és akkor még leülök a gép elé fölkészülni a másnapi forgatásra, és akkor van, még feleségem sorozatot néz, én addig jegyzetelek hevesen, hogy ezek a remek tartalmak el tudjanak készülni. Szóval... Jegyzeteltél a mai tartalom elkészítéséhez? Röhögni fogsz, de igen. Nem ehhez, mert ma több tartalom is keletkezik, a Mystery Box, meg a rolleres szabályozás. A pici borítékba érkezett bicikli. Igen, igen, ez volt. Nézzétek a Check Engine-t, ez jó sztori lesz, igen. Szóval, hogy abban azt szerintem megegyezhetünk, hogy ez nagyon nem egy hivatali munkarend. Tehát, hogy itt nagyjából annyi számít, hogy a feladat el legyen végezve, hogy az ember ezt hány részre osztja szét meg, hogy a napjai melyik részébe, az már rajta. Szereted egyébként, hogy ez ilyen, vagy inkább szavarja az életmódodat? Ha olyan fegyelmezett ember lennék, mint amilyen nem vagyok, mint mondjuk te, akkor én ezt tökre tudnám élvezni, de így, hogy nagyon sok dologgal foglalkozom egyszerre, és nagyon sok felé csap a figyelmem, és ezért, mit tudom, én készülök egy videóra a Mészáros Lőrinc jachtjáról, és emiatt találok egy kurva jó cikket az Abramovics jachtjáról, ami elvisz egy másik cikkbe, egy harmadik cikkbe, egy negyedik cikkbe, és beleesek egy ilyen nagyon mély nyúlüregbe, és tök sok érdekes információhoz hozzájutottam, ami a videóhoz nem kell. De elment vele egy óra. Így, de jobb esetben hasznosan hozzátesz a videóhoz. Van ilyen is, nyilván, de nem feltétlenül. Tehát, hogy ilyenekkel eltűnik a napból mondjuk egy-másfél óra, és emiatt még este ahelyett, hogy sorozatot néznék a feleségemmel, vagy olvasnék, vagy bármi, ehelyett ülök a gép előtt és dolgozom. De hogyha mondjuk ezt úgy tudnám csinálni, hogy most így leülök a gép elé, és fókuszáltan, koncentráltan csak azzal foglalkozom, amivel kell, akkor nyilván ez működ, uh-huh. Ez egy jó dolog lenne, így, hogy én egy ilyen fegyelmezetlen alkat vagyok, ez így nem feltétlenül működik, de állítólag ez a kreatív elme sajátossága. Pont ezt akartam mondani. Cserébe nem vagyok kreatív, ugye? Így akkor két rossz tulajdonság. Így van. Ez hihetetlen. Így van. De ez nem igaz. Fontos egyébként, hogy ez ilyen poénokat nem szabad komolyan venni, mert szerintem volt már komment több videó alatt is, most Olivérrel is, hogyha nézzük az interakcióinkat egymással, azért folyamatosan egymás vérét szívjuk, vagy akár Rolanddal, tulajdonképpen bárki így a csapaton belül. És aki nem régóta nézi a tartalmainkat, vagy nem ismer ilyen szinten minket, az nem tudja, hogy ez semmi komolysága, illetve semmi éle nincsen ezeknek a dolgoknak, ez puszta. Persze, ez ilyen fiúöltöző stílus. És az intelligencia szint is nagyjából. Igen. Nagyjából stimmel. Nagyjából mindenki tudja, hogy hol van az a határ, ameddig el lehet menni, ezen jellemzően belül maradunk, ha nem, akkor ott van egy kis mokorszín, de volt már ilyenre is példa, ugye? De ezt meg lehet beszélni, kényedén, szóval hál' Istennek. Igen, igen, jó a kommunikáció. Na, de ott tartottunk, hogy bejössz, és akkor a feladataid. Mik a te feladataid? Kávét kell főzni. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Utánozhatatlan jeges kávét csinál. Így van, egészségünkre. Igen. Hát most csak, hogy a mai napot nézzük, mert ahogy mondta Anti, hogy neki is nagyon rapszódikus, hogy mikor mi történik, ez tulajdonképpen rólam is elmondható, hogyha valaki megkérdezi hétfőn, hogy mit fogok csinálni pénteken, akkor kinevetem és megmondom, hogy igen. De általában, hogyha hétfőn megkérdezik, hogy aznap mit fogok csinálni délután, arra sem szoktam tudni válaszolni. Hogyha nincsen előre egyeztetett forgatás, vagy valami fix határidő, amihez mindenképpen tartani kell magunkat, akkor teljesen rapszódikusan alakul. Hogyha mai napot nézzük, mert ez még viszonylag friss emlék, és ezt vissza tudom idézni, bejöttem,
és a műhely már egy picit rossz állapotban volt. Ugye tegnap Antival Mazdát szereltünk, és némi kosz hullott ki abból, hogy nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem a... Az a baj, hogy ott az autó maga hullott ki, tehát minden ilyen szerelés után kilókkal könnyebb az autó. Legalább egy jó sportautóhoz képest, vagy hűen ez egy könnyű autó. Legtöbb. Szóval igen, ahogy most itt gyártottam a üléskonzolokat, meg motortartóbakot az Audi-ban, meg ilyeneket, ugye rengeteg fémreszelék, meg mindenféle hulladék keletkezett a műhelybe, szóval azzal indítottam, ahogy kitakarítottam szépen, mert már nagyon kaotikus volt a műhely, és utána pedig nekikezdtem a Cayenne üléskonzolokat szintereztettük, tegnap visszakaptuk, nagyon gyorsan megcsinálták amúgy az új szinteres felfedezés Antinak, egy tök jó találat is, örülünk neki és élvezzük. Főleg, hogy 32 méterre van nagyjából légvonalban. Igen, és kocsival se sokkal több egyébként, hogyha nem légvonalban mész. Szóval a üléskonzolokat kezdtem el visszatenni a Cayenne-be, hogy tudjuk használni, most már kész van és benne van az 5 kagylóülés, már csak ugye a szintelezése volt a konzoloknak, és akkor ezt szakítottam félbe azzal, hogy tudjunk podcastelni. Viszont, hogyha végeztünk a podcast felvételre, akkor utána sem az lesz, hogy folytatom szépen a Cayenne-t, és akkor a nap végéig elkészülök vele, aztán vidáman hazamegyek, hogy ezzel is megvagyunk, és kész az autó, hanem megyek a HDT-hez, mert el kell hozni az egyik forgatáshoz pár kelléket, aztán egyéb alkatrészbeszerzések, és akkor, hogyha úgy végzek, akkor még jövök vissza is folytatom a Cayenne-nek az üléskonzolokat. Ha pedig nem, akkor a holnap reggeli kávé után ezzel folytatom. De amúgy, ha már te így belekérdeztél, hogy én ezzel így rendben vagyok-e, azért veled is viszonylag gyakran előfordul az, hogy tényleg idejössz reggel hétre, vagy esetleg korábban, hogyha mondjuk téli forgatás van és rövid a nap, és nagyon ki kell használnunk a napos órákat, akkor simán van, hogy 3-4-6-kor találkozunk itt. Igen. De hogy... Igen, ez az időszak, ezt már várom. Hideg és sötét. Hideg és sötét, de jó lesz. Igen. Mondjuk azért az elmúlt napok 30 sok fokos melegel sem biztos, hogy sokkal kellemesebb. Nem mindegy, de mindig de, ugye azt szeretnénk, ami nincsen. Mindig azt szeretnénk, ami nincs. De te itt vagy gyakran este, nem is tudom, van 6-7, tehát mondhatni, hogy 12 órát nyomsz, hogy neked ez így oké? Tehát, hogy jelen életszakaszodban ez így belefér? Tervezed ezen változtatni? Alapvetően igen, most a kultusz elkészülés az elmúlt 2-3 hétben voltak húzós napok, volt, amikor ilyen 16-7 órás napot sikerült összehozni, ahogy a kultusz ugye határidőre kellett, hogy elkészüljön, és nyilván sosem haladnak úgy a dolgok, ahogy az ember azt szeretné, és ott azért megéreztem, az a 2-3 hét, ott hétvége is volt, meg ezek a hosszú napok, és nyilván nem lehet a végtelenségig csinálni ezt, akkor is időnként belefér, és nincsen problémám ezzel, sőt, amúgy szeretem, hogyha így pörgés van, meg történések vannak, viszont most tényleg, hogyha nézünk egy ilyen átlag hétköznapot, akkor ilyen 10-11, max. 12 órás napok szoktak lenni, viszont ez hétfőtől péntekig zajlik, és akkor a hétvégén egyáltalán nincsen munka, és ezzel a rendszerrel, amit így beállítottam, ez tök vállalható, így hétvégén ki tudom pihenni magam, hál' Istennek a kedvesem is tudja úgy alakítani mostanában az időbeosztását, hogy azért a hétvégéket együtt tudjuk tölteni, és így viszont tényleg nem megterhelő az, hogy ennyit dolgozok. De ehhez hozzátartozik, hogy szeretem azt, amit csinálok nyilván. Igen, igen, emiatt könnyű amúgy így beleesni egy ilyen hullámba, ami nem feltétlen egészséges hosszú távon. Most még amúgy én is azt érzem, hogy bírom, de azért ezen így látszik, hogy hosszú. Fiatalabbak már nem leszünk. A fiatalabbak nem leszünk, és nem is erről van szó, hanem az ember másfajta dolgokat kezd értékelni az életben. Hát főleg, hogy ugye neked már ott van gyerkőc. Igen, igen. Olivier amúgy ebben szerencsére ugye abból a szempontból partner, hogy neki is ott van egy gyerek, tehát hogy így tökre érti ezt már a nem kérdést. A tiéd. Remélem. De nem is erre a részére gondolok, hanem hogy a 20 évesen az ember még mindent alá tud rendelni, annak, hogyha, főleg, hogyha eredménye van, és most amúgy, ahogy itt épülget a csatorna, azt érzem, hogy eredménye van, és néha emlékeztetni kell magam arra, hogy vissza kéne venni, mert tényleg azok, amikor sorozatot kéne nézni a feleségemmel, és ehelyett mondjuk inkább műszaki adatokat túrok, az nem feltétlen a jachtokról, igen, az nem feltétlen a hosszú élettitka, de amúgy meg bennem is bennem van az a fajta teljesítménykényszer, nem tudom, hogy ez jó szöve, nem tudom, mi a jó szó. Van egy szép magyar szó, workaholic. Nem mondanám, hogy workaholic vagyok, mert amikor meg elengedem, akkor meg nagyon el tudom engedni. Tehát elmegyek egyet autózni, elmegyek egyet bringezni, akkor nagyon le tudok kereszteni szerencsére. De nem, hanem tényleg az, hogy,
hogy jön egy hír, hogy mostantól még egy dologgal fogják szopatni az autósokat. Hát ilyen nem szokott lenni. Az elmúlt két hónapot elég megnézni a Check Engine-en. A harmadik videónk az volt, hogy hogyan fogják változtatni a trafipaxokat nagyjából. De hogy jön egy ilyen, és akkor még mindig úgy belém áll az, ami 21-22 évesen is, hogy most azonnal. Hogy ezt nekem most azonnal meg kell csinálni, mert akkor fogják sokan megnézni, meg az önbecsülésemet simogatja, hogyha én csinálom meg először, és hogy ez azért így sokszor káros, amikor így a hétvégén kéne ülni a családdal, beesik egy ilyen info, és akkor... Nem és a családdal és akkor igen, elvonulok egy íróasztal mellé, hogy összerakjam. De igen, és az a baj, hogy én sem feltétlenül tudom megmondani, hogy mit csinálok. Uh-huh. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon széles skála az, hogy van, hogy az egyik vége az, hogy Olivérrel megyek tárgyalni, aztán van, hogy szerelős videót csinálok, aztán van, hogy interjúzok, aztán van, hogy autóbemutatót csinálok, aztán van, hogy podcastet veszünk föl, aztán van, hogy videót szerkeztek, és bármi is. Videót vágsz mostanában, összegyen fordul. Viszont hetente egyszer minimum, de van, hogy inkább kétszer, és hogy egész vagy egyszerűen megáll. Vagy Peneuszos hordót üt spottal, még ilyen apróságok. Igen. Vagy néha csak így ír Oliver, hogy figyelj, jönne egy ilyen hirdető, kéne egy ötlet, és akkor ülök ott meglőve, hogy... De aztán lesz. Legutóbb a szörfsár volt ilyen, nem? Ott az igen, egész igen. Jól sikerült. Azóta volt más is, de hogy igen, hogy Dani Léci, es már be az ablakon. Érdemes megnézni ezt a videót, a szimulátoros videó a nagy csatornán. Mindig szívesen áldozom fel magam az ilyen hülyeségek kedvéért, hogy igen. Kedves nézőnk jól szórakozzanak, de nyilván közben mi is jól szórakozunk. Igen. Tehát alapvetően az az érdekes, hogy nem tudom, hogy te ezt meg szoktad-e kapni, hogy a Pistiék szoktak erről beszélni Happy Hour-ben, hogy tudod, hogy az nem is munka. Közben Roland belesétel a podcastbe. Rendes gyerek ez Roland. Igen. Ő is benne szeretne lenni. Igen. Ezt nem sikerült becsukni. De olyan hangosan nyikorog az ajtó, hogy ez... Szerintem köze nincs hozzá. De nem csuktam. Esetleg becsukod, az segít. Csak be akartam hozni. No. Gondoltam, hogy csak azzal sem zörgök, hogy így bebaszom. Kettő között azért van finomság. Milyen jó Eneosos pólója van. Igen. Hú, neked kellett volna fölvenni a házi mörcsöt, nekem meg az Eneosos. Na de hogy... De amúgy van ilyen is, és tudtok rendelni a webshopba. Hát tulajdonképpen az enyémet megvehetjük. Ez nem a Daniét is, igen. Ezt nem tudják, csak azt tudják rendelni, igen, de majdnem ugyanúgy. Daniét drágább, mert az már volt Danin. Igen. És ez meg rajtam, de ahogy akár alá is írja bárki. Így van. Megkérjük Palit. Na, Roland, haladj kifele, kérlek. Van már bazd meg, dobják. Megtörtént. Szóval, hogy sok ember gondolja azt, hogy ez csak egy merő szórakozás, mert ők ezeket a 10, meg 15, meg 20 perceket látják, vagy akár 40 perceket látják. De egyébként ez most egy friss hobbi lett nekem, hogy Happy Hour-t kezdtem el hallgatni, és pont a napokban volt ugye erről szó, hogy van ez a nagyon bölcs ősi Dakota mondás, hogy csináld azt, amit szeretsz, és életed végéig nem kell többet dolgoznod, vagy valami ilyesmi. Igen, de hogy folyamatosan csináld magad, az a baj, hogy tényleg azt látják belőle, hogy vannak ezek a néhány percek, amik ilyen nagyon fennköltek, meg vannak énekelő videóval, és hogy nem látják a mögötte lévő munkát. Háttérmunkát, igen. Háttérmunkát, és ugye te neked a feladatainak mondjuk a 80%-a a háttérmunka. Így van. Most például egyébként, hogyha készül is valamiről videó, ki a kultuszszerelés, az pont egy ilyen jól videózható dolog volt, mert nem volt szívás. De hogyha nézzük a Cayenne-nek az üléskonzol gyártását, vagy az Audi-nak a motortartóvak gyártását, akkor ott arról nem lehet videót csinálni, mert tulajdonképpen elment vele 2-3 nap, hogy elkészült egy motortartóvak. Nem vagyok ebben biztos, és amúgy szent szendékom, hogy még ezzel is megmolesztállak majd, hogy van egy srác, aki arról készít livestreameket, hogy szánt. Ott van a fején egy GoPro. Én nem tudok szántani. Nem szántam, ja. Nem arra gondoltam, hogy fölteszünk a fejedre egy GoPro-t, egy ilyen méteres USB kábellel ráteszünk egy hatalmas powerbanket, és rakunk még rá egy mobil routert is, és elindítunk Starlinket egy... Starlinket a hátamra, gyorsan a hátadra, közözzük. Fölkötjük a Starlinket, igen. Josip Starlink. Az a baj, hogy... És akkor várjál, elindítjuk a streamet, és én biztos vagyok benne, hogy emberek százai fogják nézni, ahogy te ott reszelgeted, megköszörülgeted az Audi motortartók bakjait. Szóval biztos, hogy valamilyen 18-as karikát kell eretteni, mert az sokszor nem szalonképes, amilyen megjegyzéseket időnként fűzök a sikertelen próbálkozások mellé, vagy ha esetleg éppen, nem tudom, vas helyett a kezemet ütöm meg ilyen apróságok. Szóval azért
vannak olyan dolgok, amiket nem baj, hogyha nem látnak a nézők, én úgy gondolom, mindenkinek nyugodtabb a lelke, és tényleg lehet, hogy vannak érdekes részeim, meg tényleg mikor oda jut a dolog, hogy na, ez kiadta, és akkor oda próbálom, frankó minden, és akkor már csak készre kell hegeszteni, és nagyon boldog lesz mindenki, de az odáig való eljutás az, igen, nem minden esetben egy kifejezetten érdekes dolog. De ugye most például a podcasttel kapcsolatban is beszéltünk erről, hogy oké, de miről beszélgessünk, mert ez úgyse fog érdekelni senkit. És szerintem ez egy ilyen általános gondolat. Vagy igen, csak ugye ennek van egy olyan része. Nem. Hogy amikor benne vagy valamiben, és ismered, akkor sokkal nehezebb elvonatkoztatni attól, hogy másoknak abban mi lehet az érdekes. Uh-huh. Mert hogyha benne élsz egy témában, aminek minden részletét ismered, nem akkor nagyon nehéz felismerni azt, hogy az átlagembernek mi lehet abban az adott témában az érdekes. És nekem azt tanították az újságíró iskolában még, hogy a jó újságíró az, aki kíváncsi tud maradni. Tehát hiába vagy egy témában jártas évek óta, hiába ismered minden aspektusát, kettőt mindig hátra kell tudni lépni, hogy egy külső szemlélő szemével ránéz, mert lehet, hogy ami neked egy általános örökérvényű igazság, az másnak egy meglepő új tény. És ezért gondolom, hogy például, hogyha te neki jelenik livestreambe szerelni, akkor azt emberek ezrei, tízezrei sokan néznék. Sokan nevetnének, hogy milyen béna vagyok, és nem értek hozzá. Mindenki meg tudná, szerintem, hogyha valaki az interneten publikál, akkor ez az első dolog, amit el kell fogadnia, hogy mindenki jobban fogja tudni rála. És hogy ha ezzel nem tudsz túllépni, akkor kár neki állni a tartalomgyártásnak. És erre nagyon szépen rá is tudjuk kötni az első témánkat. Így van, mert most már az első 20 perc beszélünk magunkról, beszéljünk egy kicsit másról is. És hát ez ugye senkit nem érdekel, szóval ideje lapozni. Szóval, ahogy említettem az előbb, elkezdtem mostanában a Pistéket hallgatni, a Happy Hour-t, és ők is beszéltek erről emlékeim szerint, hogy a kommentelők tulajdonképpen mennyire rosszindulatúak, vagy ez mennyire megvan, nem tudom, hogy ez itt Magyarországon egy sajátságos tulajdonsága az embereknek, hogy rosszindulatú, vagy úgy összességében mindenhol az interneten ez megtalálható, ugye ott anonímak az emberek, nagy rész főleg, hogy a YouTube-ban nézzük, akkor ott nem saját névvel kell feltétlenül regisztrálni, vagy az arcoddal, és sokkal könnyebben hajlamosak vagyunk így megbántani az adott embert. Nem értek egyet. Nézd meg, amióta a Facebookon kvázi arc, név, cím, telefonszám, érdeklődési kör, tehát hogy mindent tudsz egy emberről egy közepesen kitöltött Facebook profil alapján, és ugyanolyan ocsortány szemét módon oda mennek. Igaz. Tehát, mondjuk itt meg az van benne, hogy nem személyes a kontakt. Az viszont biztos, igen, hogy egy visszatartó lenne, hogyha oda kéne állnod elé, és akkor megmondod, hogy na, te köcsög vagy. Persze, de azt mondom, hogy ugye 20 éve azt gondoltuk, hogy a fórum nick neve mögé rejtőzve, tehát, hogy az emberek azért tudnak ilyen patkányok lenni egymással, mert egy fórum nékje mögé rejtőznek, de közben bebizonyosodott, hogy nem. Valóban. Tehát, hogy nézd meg, hogy ilyen nyugdíjas nénik az unokákkal közös profilképpel tudnak olyanokat kommentelni, hogy ez rémisztő. Ez rémisztő. Igen. Szóval, hogy ez nem biztos, hogy az. Szerinted amúgy érdemes építeni a kommentekre? Milyen értelemben véve? De szerintem egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon sok tartalomgyártónál látom azt, hogy alakítják a tartalmukat ahhoz mérten, hogy milyenek a nézői reakciók. Hát figyelj, valamilyen szinten szerintem amúgy visszajelzésnek nem rossz, hogyha nem is feltétlenül változtatsz, de legalább magadban helyre teszed? Egy kis önvizsgálatot tudsz tartani esetleg. Nyilván ezt helyén kell kezelni tudni, mert hogyha az összes rossz indulatú kommentet magadra veszed, akkor nagyon hamar kiégsz és meg fogod utálni az egészet. De valamilyen szinten szerintem azért érdemes foglalkozni vele, és főleg úgy, hogy hál' Istennek amúgy, nem tudom, hogy ez a mi csatornáink sajátossága, de viszonylag kultúráltan szoktak egyébként, és tök sok pozitív visszajelzés van a videókban, hál' Istennek sokan szeretik azt, amit csinálunk, és tényleg ez viszont egy nagyon nagy pozitív hozadék az egész történetnek, hogy van egy visszajelzés. Nem az, hogy mintha a tévébe készítenénk tartalmat, és akkor semmilyen visszajelzés, vagy talán veled is beszélgettünk korábban, ugye, hogyha újságot írsz,
akkor ott sincsen közvetlen visszajelzésed arról. Hát az online most már amúgy van. Online-ban igen. Évben, de igen, az, hogy tényleg az, hogy... Mert ott is a kommentek miatt amúgy. 30 éve, ahogy azért nagyon elvetemült állatnak kellett lenni, hogy fölkúrod magad egy cikken, megírod a levelet, elmész a postára, bélyeget veszel, fölrakod, igen. Elpostázod, még tart a dű, érted, és akkor elküldöd a levelet, és... Tehát, hogy ahhoz nagyon dühösnek kellett. Igen, az extrém kiakadás kellett, igen. Mert most csak így odahányni egy kommentet, az mennyivel egyszerűbb. Amúgy nem tudom, sokszor amúgy, hogyha ilyen dühömet kikommentelném, én nagyon gyakran írok kommentet. Uh-huh. Kikommentelem, majd visszatörlöm és nem küldöm el. Uh-huh. Ja, hogy csak leírod, nem leírom, publikálom. Leírom, és... ezzel már kiventiláltam, majd nem publikálom, így van. Mert... De egyébként ugye, ami szintén egy visszatérő téma, szerintem nyilvánosan nem beszéltünk még róla, hogy ugye moderálni a kommenteket, uh-huh. Hogy törölni, tiltani, hogy ennek hogy van értelme, és én ezt most tudtam meg, hogy ha te valakit a csatornáról letiltasz, akkor ő ugyanúgy tud kommentelni tovább, és ő látja, hogy megosztotta egy te csatornádra, viszont rajta kívül senki nem látja, te nem tudod, hogy ő kommentelt, és a többi néző se tudja. És akkor tulajdonképpen ugyanez megvan, hogy ő leírja a dühös kis kommentjét, viszont nyilván egy idő után gyanús lesz neki, és semmiféle reakció nem jön nyilván, a válaszra, de, vagy a kommentre, de hogy egy 2-3 kommentbe szerintem beletelik, míg várja, hogy itt valami nem kóser, szerintem egy ilyen poénos húzás a YouTube-tól, vagy így ilyen... De azt úgy tudod, hogy ez milyen sebeket okoz emberekbe? Képzeld el, hogy most ugye volt vendégünk Ivár Robi, Roberto, igen. Aki ugye évekig kezelte a Totaker YouTube csatornáját, és ő ott bannolt valakit. Illetve, mint kiderült, nem ő bannolta, valaki bannolt uh-huh. Egy srácot, aki követett minket erre a csatornára a Totaker után, és írt egy ilyen kommentet, hogy ha, de jó, most már végre tudom, hogy ki bannolt, és így írtuk neki, hogy mi nem bannoltunk téged, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy valakinek ez egy ilyen. Tehát, hogy valaki erre emlékszik, aha. Mint élet. Én nem tudnám megmondani, hogy tegnap milyen e-mailt küldtem el, de hogy valaki arra emlékszik, hogy őt 2 éve letiltották egy YouTube csatornáról. Szóval igen, hogyha van egy általad követett és valószínűleg szeretett publikáló oldal, akkor simán lehet, hogy tényleg, hogyha egy ilyen negatív élményed van vele, akkor az megmarad. Csalódást okoz, és lehet, hogy emiatt utána nem is fogod követni feltétlenül, szóval lehet, de nem gondolom amúgy, hogy ez mindenkivel így lenne. Nem hiszem, hogy minden ember így van vele, valaki úgy van, jó, akkor legyetek boldogok magatokkal, aztán viszlát. Igen. Én amúgy a kommentekkel úgy vagyok, hogy igen, iránymutatásnak jó, de azt nagyon károsnak tartom, amit sok fiatal tartalomgyártónál látok, mondjuk nálam fiataloknál, 20 éveseknél, hogy teljesen arra formálják a tartalmat. Tehát nagyon sokszor hallok ilyen podcast beszélgetéseket, hogy hát erről nem csinálok videót, mert nem szeretnék a nézőim. És szerintem ez egy káros hozzáállás, megöli a kreativitást, megöli a tartalomgyártás szeretetét, mert egy idő után öncenzúrába folytod magad, és csak azt csinálod, amit kérnek, és ez igen. Káros. Igen. Szerintem kiégéshez vezet. Viszont ott van az is ugye, hogy a YouTube tartalomgyártói iránymutatásában benne van az, hogy olyan tartalmat célszerű gyártani, ami trending, szóval amit szeretnek mások. Mm. Most nyilván nem az, hogy amit a kommentelik tőled kérnek, azt kell csinálni, de valamilyen szinten meg követni kell az éppen aktuális dolgokat. Teljesen egyértelmű, tehát hogy most csak így mondjuk Mészáros Jakcsa. Tehát 3 igen. Napig ettől volt hangos minden. 3 nap után el is felejtették, valószínűleg... Hát azért nem hiszem, hogy mindenki elfelejtette, de már nincsen olyan aktívan szó róla, igen. Igen, tehát hogy a Google valószínűleg látja a keresési eredményeket, látja a megjelenő újságcikkeket, Google, YouTube ugye egy cég, tehát feltehetőleg azért pörgette meg nekünk is azt a videót annyira az algoritmust, mert hogy rengeteg ember kereste ezt a témát, és hogy ez szerintem jó, hogy emberek így ráugranak, de az, hogy most mit tudom én egy... Minecraft streamer nem csinált Minecraft streamet, amit szeret, meg amit élvez. Csak és azért, mert elmúlt években csak azzal foglalkozott. Igen, mert hogy kommentelők szerint ez már gáz. Hát igen, valószínűleg ez nem egy egészséges dolog. Így van, de akár most beszélhetünk közéleti tartalomgyártóról is, hogy sokan mondják, hogy minek Magyarországon még közéleti tartalmat gyártani, úgysem változik semmi. Minek felderíteni politikai ügyeket, minek felderíteni elsibolt pénzeket újságíróknak, mert úgysem fog változni semmi. És hogyha így állunk hozzá, akkor tényleg nem fog változni semmi. Ez a baj, hogy így állunk hozzá. Igen, de ettől függetlenül ezeket a témákat még muszáj a közbeszédben tartani. Igen, talán ez az első lépés, hogy ha már nem is beszélünk róla, akkor ott már régen rossz. Igen. És hogyha legalább az emberek tisztában vannak vele, hogy mi történik, vagy hogy mit történnek, az lehet, hogy egy idő után
változáshoz fog vezetni. Igen, én Rolanddal állandó vitán kezdtem, hogy én nagyon szeretnék csinálni egy videót a 10-es útról. Mert ahogy arról sokszor beszéltünk, én 10-es útkáros út vagyok, meg Roland is 10-es útkáros út, meg egy kicsit a lelkeméjen mindenki 10-es útkáros út, aki közlekedett már Magyarországon. Fontos tisztázni, mert most a múltkor, ahogy itt bent beszélgettünk, kollega furcsán nézett rád, mikor mondtad, hogy 10-es útkáros út vagy, hogy ez nem mindenkinek tiszta, hogy mit jelent ez. Nem arról van szó, hogy balesetet szenvedtél. Nem. Hanem az életedet keserítette meg a 10-es út. Egy rohadt vízfejű ország, én Esztergomban nőttem föl, Esztergom-Kertvárosba, és egy rohadt vízfejű országban éltünk már 20 éve is, tehát hogyha bármit akartam, ahhoz 10-ből 8-szor föl kellett jönnöm Budapestre. Szerintem években mérhető az, amit én a 10-es úton, akár buszon, vonaton, vagy autóban, a dugóban állva töltöttem. 10-es úton megy a vonat? Mellette közvetlenül. A Budapest-Esztergom vasútvonal, és hogy mit tudom én, amikor annak felújítása előtt ilyen egészen képtelen késései voltak. Jó, mondjuk a MÁV, az tud éneket produkálni jó, máshol is. Legyen becsületükre mondva, amióta megcsinálták, azóta tényleg van egy európai színvonalú vasútvonalunk. Hát más kérdés, hogy minden kilométer többbe került, mint a Svájcba csinálták volna, de rohadjon már meg a Pilis, hogy oda nőtt. Így van, meglepett is volt, hogy ott Úristen, ott van az a magas hegység. Ki hát kellett fúrni a Himaláját egy vonat kedvéért. Na mindegy, szóval, hogy és akkor én mondom Rolandnak, hogy erről tartalmat kéne gyártanunk, de azt mondja, de miért? Vagy 30 év múlva fogják bezárni az M0-as körgyűrűt, jó, lehet, hogy csak 15, de valami ilyen távlati terve. Igen, hát, hogy senki sem tudhatja, érted, olyanok vagyunk lassan, mint egy ilyen banán köztársaság, de hogy szerint erről nem érdemes tartalmat gyártani, mert hiába hozzuk le ezt a videót, ugyanúgy ott fogunk ülni a dugóba, viszont én meg azt gondolom, hogy ha tematizáljuk és beszélünk róla, akkor azzal már valamiféle, ha nagyon picit is, de valamiféle nyomás gyakorolva van az illetékesekre. Aha. Szépen fejezem ki magam. Szép magyar szóval. Nagyon szép magyar szóval. Igen. Na jól van. Lépjünk tovább. Én még a YouTube-nál maradnék egy picit, igen, hogy Amerikában ez már egy pár hete, vagy talán hónapja elkezdődött, hogy ugye visszatérő dolog egyébként a mi csatornánkon is, illetve csatornáinkon, hogy még kell fizetni a videókért. Hogyha nincsen YouTube Premium volt, szerintem itthon nem elterjedt, és nem értem, hogy miért, mert nem drága, és egy kifejezetten jó szolgáltatás. Most ennek az egyik hozadék, hogyha valaki nem ismeri, hogy nem kell ugye reklámot nézni. Én alapvetően ezért vettem meg először a YouTube Premiumot, mert idegesített engem is a sok reklám, mert tényleg én videót szeretnék nézni. Viszont tisztában vagyok azzal, hogy ahhoz, hogy én tudjam nézni ezt a videót, ezt ki kell fizetni valakinek, és ugye semmi sincs ingyen. Nem, hogyha valamiért te nem fizetsz, akkor te vagy a termék, és nyilván ugye, hogyha neked hirdetnek, akkor te vagy a termék. Viszont ez kikerülhető a YouTube-on, hogy te az idődet többre becsülöd, mint havi 2007. Az talán egy családi csomag, de az éri meg a legjobban. De most mit én pár ezer forintnál azért mondjuk úgy, hogy szerintem sok embernek többet ér az ideje, de ehhez az be kell látni, hogy ha nem vagy hajlandó úgymond fizetni akár az időddel vagy a pénzeddel a tartalomért, akkor egy idő után nem fog elkészülni a tartalom. És sokan használják adblockerrel a YouTube-ot. Így van. És most a YouTube azt mondta, hogy nincsen tovább. Így van. Próbálom szépen, hogy menjetek, szeretkezzetek önmagatokkal. Nagyon szépen megfogalmazták, majd ide bevágjuk a képet, ami ilyen üzenettel találkozol, hogy te adblockert használsz, és YouTube-ozni próbálsz. Igen, viszont szerintem inkább felolvasom, mert ezt inkább többen hallgatni fogják, akiknek ugye elő van fizetve akiknek a YouTube Premium elő van fizetve, ők hallgatni fogják. Igen. A hirdetésblokkolók használata nem engedélyezett a YouTube-on. Úgy tűnik, hirdetésblokkolót használsz. A hirdetések által a YouTube-ot világszerte több milliárd ember használhatja díjmentesen. A válts hirdetésmentes használatra YouTube Premiummal, és az alkotók továbbra is bevételhez juthatnak az előfizetési díjakból. Így van, és akkor van lehetőséged kikapcsolni a hirdetésblokkolót, és akkor ugyanúgy ingyenesen nézed reklámokkal. Tovább, így van. Vagy akkor kipróbálod a Premiumot. Így van, szerintem ez egy kétélű dolog. Én nagyon sokáig ágáltam a YouTube Premium ellen, azért, mert zsarolásnak éreztem. Tehát amikor tényleg ez a tartalomgyártó mentalitásának kérdése is, hogy ő hány videót állít be. Hány hirdetést állít be a videóba, de... Nekem a kedvencem az, hogy nem tudom, talán 8 perc a limit, ami után több hirdetést rakd be, és akkor már egy 7 perces videó, de minek a végén hadsz egy 1 perces fekete. Igen, a check engine-en sosem fordult elő. És nem is fog, remélem. De.
De tudod, van a végén a check engine vége.hates fájl, amit akkorára húzok, amikorára akarok, hogy... Igen. Na mindegy, szóval, hogy akkor tudsz ugye több reklámot beletenni. Így és, van. De amúgy védelmébe véve a amatőr tartalomgyártókat, tehát hogy azért én is már bő egy éve csináltam videókat YouTube-ra, mire rájöttem, hogy van egy ilyen fül, hogy hirdetésbeállítások, mert néha meghűl az algoritmus, és mit tudom én, feltöltöttünk totálkár égéstereket, amikor még ott dolgoztam, és nem hazudok, volt olyan, hogy egy 48 perces égéstérben 16 hirdetés volt. És akkor így... Mondjuk egy picit azért ez... Igen, és hogy mondom, tehát sok amatőr tartalomgyártó nincs is ezzel feltétlen tisztában, aztán nyilván biztos vannak olyan rossz indulatú arcok, akik tényleg beállítanak két percenkétre egy hirdetést, de hogy én ezt nagyon sokáig zsarolásnak éltem meg. Tehát, hogy tényleg, ahogy ilyen 5 perces videókat szétszabdaltak hirdetéssel, az borzasztó volt, és nekem a point of no return az volt. Egy szép magyar kifejezés. Igen. Amikor már tényleg mondjuk heti 2-3 videót csináltam Totalkára, és még én töltöttem le segédanyagokat, meg illusztrációkat, meg ilyeneket, és rájöttem, hogy mennyi idő megy el a napomból a hirdetések nézegetésével. Egyfelől, meg egyszer beakadhatott valamilyen, nem is tudom, vagy a böngészőben, vagy a YouTube algoritmus zakant meg, de hogy a miniferit végignézhettem közvetlen egymás után 3-szor. Egyébként ez... De tényleg így nem lejátszás... Nem lehetni az én YouTube prémium vásárlásom az is köze van miniferinek, mert szerintem az a hirdetés volt az, ami az utolsó csepp volt a pohárban. Igen. És amikor azt megláttam nagyon sokat gyára, akkor voltam, hogy jó, akkor ez itt igen. Véget ért. Igen. És mondom, 3-szor lejátszotta egymás után, és ott akkor így eltört valami, érzéki lassúsággal elővettem a bankkártyámat, és ilyen kélyes élvezet volt előfizetni, és amikor levonta a 100 forintot a hitelesítéshez, és a rohadt jó érzés volt. Tényleg, ilyen világok nyílnak meg amúgy. Mindenkinek csak ajánlani tudom a YouTube Premiumot. Igen, és fontos egyébként megemlíteni, és szerintem tök jó funkciókat is kapsz. Ugye, amit említettél az előbb, hogyha hallgatsz podcasteket, és ezt szereted megtenni a YouTube-on, hogy ezzel is támogasd azt a tartalomkészítőt, aki ezt a podcastet elkészítette neked, hogy... lezárod a kijelzőt, és nem áll meg a videó. Van ugye kép a képben nézed, hogyha üzenetet kell írni közben esetleg, és akkor is nézni szeretnéd, akkor ott van kicsibe az ablak. Illetve jár mellé a YouTube Music, ami tulajdonképpen a Apple Musicot, vagy a Spotify-t akár helyettesítheti is. Így van. Van vita ezzel kapcsolatban, és tényleg aki ilyen megrögzött Spotify hívő, akkor azt nem fogod tudni meggyőzni róla, de tulajdonképpen ez hasonló vita, mint a iPhone vs. Android telefonok, így szóval fölösleges is belemenni az életbe. Élethelyzet függő. De a YouTube Premium elé kapsz egy ilyen szolgáltatást, én előtte Apple Musicot használtam, és azóta teljesen vidáman és tök jól használom a YouTube Musicot, és tényleg tök jó funkciók vannak, szóval nem az van, hogy meg vagy zsarolva, hogy csak akkor nézed a videót, hogyha előfizetsz rá, hanem van lehetőséged, és kapsz mellé extrákat is, szóval én ezért szeretem. Igen. Illetve amit akartam még mondani az előbb, hogy néha. Akkora íve volt ennek a gondolatmenetnek, hogy nem számítottam, hogy ilyen gyors lesz a leszállóág. De ez engem is meglepett. Na, figyelj, nyilván mi egy kicsit így ebből a szempontból azért nem vagyunk hiteles megszólók, mert a tartalomgyártók vagyunk, és ebből élünk. És most szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy nagyjából tudom, hogy milyen működési költségei vannak a Check Engine csatornának, és hogy ennek egy igen jelentős részét a YouTube bevétel amúgy kitérnek. Nagyjából a felét, kicsivel kevesebb, mint a felét tulajdonképpen. Ha jól számoltunk, igen, bár nem vagyok benne teljesen biztos. Nagyjából ilyen, mint én, 40-50% közötti igen. Százalék, ami... És azért hetente 3-szor frissülünk. Szerintem. Igen. Tehát, hogy nem fényezni akarom magunkat, szerintem ezt minden más tartalomgyártó, akit követtek és szerettek, az ugyanígy el tudja mondani, de hogy ez egy ilyen... Én nagyjából akkor szoktam le a torrentezésről, meg az ilyen... Amikor lett pénzed. Nem, amikor elkezdtem én is tartalmat gyártani. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen hát erkölcsi megtérés és átbillenés, vagy lehet, hogy csak a felnőtté válás. Bölcs gondolat. Hát igen, ez egyébként egy másik nagyon messzire mutató téma, de végül is kapcsolódik hozzá, hogy ez, ha szorosan nézed, vagy szorosan veszed, akkor ez is kalózkodás igazából, hogyha te adblockerrel nézel YouTube videót, mert igazából eltulajdonítod azt a tartalmat, illetve nem szolgáltatsz ellen. Ez nem munka.
A munka az a kapálás. Kapáltál már? Nem kapáltál. Az azt jelenti, de, hogy nem dolgoztál. Jó, én is kapáltam. De hogy most de, nem kapálunk. Igen, nem kapálunk, nem tehát látom. Ez nem munka, tehát nem lehet ellopni. Jó? Eltulajdonítani, nem mindegy. Eltulajdonítani. Igen. Szépen átkössek. Eltulajdonítanál egy autót, ami hány éve is áll abban a parkolóban? Én nagyon megkívántam, mikor szembe jött ez a gyönyörű E46 M3 CS. CSL? Nem is tudtam, hogy volt belőle CSL. Itt az minek a... Coupé Sport Leichtbau. Aha. Könnyű építésű. Ez egy nagyon érdekes kiadása akkor volt az E46 M3-nak. Csepregi Dani írta meg a player-re. Jó barátom, és szintén visszaeső E46 tulaj. Kettő is van neki. Halmozott már hátra is helyzetű akkor. Lehet, tényleg van egy 30-i kabriója. Ilyen finom verda. Gyári? Gyári. És ő nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy extrém gyári legyen az autó. És az nem, tényleg extrém gyári. Tehát mit tudom én, hogyha venni kell bele egy olajszűrőt, még azt hiszem az is a Wallis-tól érkezik BMW felirattal. De most akkor ő egy rendes BMW tulajdonos. Majd meghallgatja és kijavít, hogyha ez nem így van, de én azt hiszem, hogy nagyon... Én vezettem az ő 16 i-jét, mert az a napi járós a 16 i. Az is 46? 46, így van, és hogy annak is annyira egyben van a futóműve, meg a mindene, hogy így mész vele, és hogy rohadt jó. Na, szóval ez a fentebb említett gyönyörű E46 M3 ebbe a szép kiadásba, ezt melyik ország garázsában? Ez Anglia, így van. Hát ugye az van, hogy az M3 CSL, ez ugye volt a szabvány M3, és volt a CSL, ez a könnyített változat, és akkor ezzel igazából nem nagyon mondtunk sokat, ilyenek vannak benne, hogy szénszálas géptető, ez volt amúgy az első MS BMW-nek szénszálas géptetője volt, a csomagtérpadló az ilyen préselt porózus papír, hogy még az is könnyebb legyen, kihajították belőle a legendásan kényelmes MS székeket, és csak egy ilyen vékony héj van benne, kizárólag SMG-vel lehetett megvenni, tehát ezzel a egy kuplungos automatával. Ez a sebességről szól. Nem egy kifejezetten jó váltó, nem? Meg lehet állítólag most már oldani, hogy jó legyen, de igen, tényleg sokat szívtak vele a tulajok. Azt hiszem a pumpáját kell áthelyezni, mert nagyon közel van a motorhoz, és meg tudja pusztítani. Aha. Igen, és amúgy egy kicsit emeltek a teljesítményén, tehát 340x lóerős volt, és ne haragudj, Dani, hogy nem tudom fejből. 360. 340x lóerő volt a mezei M3, igen, és ezt pedig feltekerték 360 lóig, ami így 3,2 literből egy elég szép szám, és hogy levitték 1400 kiló alá a súlyát. És tulajdonképpen a sztorinak a szomorú része, vonulata igen, az, hogy ez egy mély garázsban áll, nem túl szép állapotban, illetve hogy szóval az idő nyilván igen, elkezdte pusztítani, és ott elhagyatottan mióta áll? Egy gazdag üzletember 2004. augusztus 4-én megvette, ment vele, letette oda. 60 km és letette ide a mélygarázsba, és az autó azóta ott pusztul, és hogy már leverték róla a hátsó lökhárítót, 4 kerékbilincs van rajta, nem bocsánat, csak 2, és hogy tényleg ez szomorú látni, mert... Hát ezt ellopnám egyébként, de csak azért, hogy az autónak szebb jövője legyen, és a ritkaságához méltó. Ez nem lopás lenne, ez egy értékmentés. Szép gondolat, tetszik. Igen. Nem, én nagyon szeretem az E46 szériát, de letettem róla, hogy nekem már E46-om lesz, mert napi járósnak kéne, és napi járósnak mondjuk nekem az álmaim a további az egy 30-i kombi kéziváltóval, csak hátsókerék, ugye sok volt az X, az összkerekes, aha, valamiféle lamellás perdifivel és egy jó bírstény futóművel. Azt vagy mondom, egy jó dadis motorsport futóművel. Egy jó dadis motorsport futóművel. Ez abban, itt a reklám helye. Abban még nem csalódtunk. Így van. Most, hogy így elkezdtünk beszélgetni különböző témákról, te befejezted végül, hogy a napod, mert azt tudom, hogy ott végigmentünk, hogy az én napommal mi újság van, de tiédnek a végéről ilyen jó csapongókban. Hát, csak most így eszembe jutott, mert nem akarok itt cserbe hagyni vele, hogy nem, benned ragadjon. De az a baj, hogy nem tudom, tehát én azt csinálom nagyjából, ami a neten látszik, hogyha kell, akkor elutazom Amsterdamba a biciklit próbálgatni, ha kell, akkor Franciaországban Renault nézni. Renault nézek, amit nem vezetünk, és nem forgalmaznak Magyarországon. De legalább utaztál egy jót. Igen, aztán van, hogy mondom, tárgyalunk Oliverrel, akár itt, akár máshol, ötletelünk videókon, videót vágok, videót veszek fel, interjúzok, háttérbeszélgetek, de nagyon sok olyan dolog van, ami így fizikailag így nem látszik a tartalmakban, hogy mondjuk meg tudok csinálni egy videót az üzemanyag árak drágulásáról, az azért van, mert a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőjével beszélek 2,5 órát telefonon is jegyzetelek. Tehát, hogy ilyen teljesen hektikus, de ma reggel például 6 óra 30 perckor találkoztunk Rolanddal a 3-as határhegyen. És elmentetek kávézni. Igen.
Nem, addigra túl voltunk a kávézáson, és egy pedeleket, egy Specialized. Ez a szép narancsárga. Ez a szép narancsárga bicikli, mint le van támasztva éppen mindig rossz helyen a műhelyben. De ezt a saját biciklidre is bármikor produkálni tudod, de ez stabilan nem kell, ez a stabilan hozom. Így van, és hogy ma reggel például így indult a nap, de holnap például terveim szerint otthon leszek, és a héten elkészült videókat vágom, szerkeztem, thumbnail-képet gyártok nekik, feltöltöm, meg hétfőn egy elég erős podcast túladagolás lesz egy használt autóvásárlásra szakosodott ügyvéddel. Ami azt jelenti, hogy nem fog tudni dolgozni hétfőn, mert a műhelyt elfoglalja Anti. Így van. Hát további fejlődésre mutatkozik igény, mert hogy jelenleg a podcasteket a műhelyben vesszük fel, csak addig Dani nem tud dolgozni, mert belecsülömpöl ott a háttérbe, előveszi a, nem lesz a vidék Jedi kardját. Igen. Igen. Vidék Jedi kardja, milyen szép gondolat. A flex. Tudom, hát én tisztában vagyok ezzel. Lézerkard, mert olyat, hogy Jedi kard, olyat csak a trekkik mondanak, akik nem ismerik a Star Wars-t. Ajaj, akkor én ilyen megvetendő személy vagyok, én egyetlen részt sem láttam belőle. Na ne basszál fel. Tényleg? Tényleg. Ez hogy lehet? És nem is szeretném. Nem tudom, sosem mozgatott a dolog igazából, hogyha már a Csapongó podcastekről van szó. Nem tudom, és voltam egy szülinapon, vagy voltunk egy szülinapon párommal a hétvégén, és ott is felmerült, hogy ki az, aki nem látott még egy része belül, és mindenki, az hogy lehet? Hát mondom, nem jött szembe soha így az életem folyamán. Képzeld, Nászúton voltam Tájföldön 6 vagy 7 évvel ezelőtt, és hoztam Rolandnak ajándékba egy pólót, amin a Star Wars Táj filmplakátja van. Zseniális! Jaj, ez egy igazi remek minek hangzik. Igen, igen, azóta is pizsamának használja. Akkor meghatotta az ajándék. Nem. Ja, de hogy valami komoly dologról is beszéljünk. A kézben tartott mobiltelefon használat, amiről készítettünk tartalmat, Forgács Mariannal, akit Dani megdrifteltetett. Megrémült szegénynek, remegett a keze, de... Igen. Mondjuk nem segített rajta az, hogy én vezettem, és ahogy a 202 kinéz, szerintem ez a kettőnek a kombinációja így, hogy ismeretlenül bele ültetve mellém, hogy ne aggódjál, jó lesz. Szerintem ő nem volt erről meggyőződve. De... Pedig olyan rendes fiúnak tűntél, az hát a az hét mondata, így a hét mondata hát volt. Én megadnám neki a hónap mondatát is, de igen. Igen. Szóval... A kézben tartott mobiltelefon, és benéznek az autóba a rendőrök, hogy lebuktassák a mobilozó autósokat. Én tudod, mitől tartok? Hogy a mobilozásnál sokkal cifrább dolgokat fognak látni. Ja, valószínűleg igen. De hát az ugye nem, mondjuk lehet, hogy azért csinálnak olyan dolgokat, amik büntetendők, de nem feltétlenül a kézben tartott mobiltelefon ez. Igen, szóval érdekes dolgokat láthatunk. A kézben tartottnál álljunk meg, és tényleg az van, hogy itt a rendőrök a Hollandiában tanulmányozták ezt az újfajta ellenőrző műszert, amit belát az utastérbe, monokemnek hívják, és bennem ez felvet egy rohadt érdekes kérdést, hogy az autó az a mi személyes terünk. És hogy akkor rendben, hogy akkor kötöttünk egy társadalmi szerződést, hogy lemondunk jogaink egy részéről azért, hogy biztonságban emberhez méltó körülmények között élhessünk, de hogy most, hogy így benéznek az én személyes terembe, ez nem? Benned ez nem okoz ilyen kényelmetlen érzést? Sok minden kényelmetlen érzést okoz bennem. Jó, az is nagyon kényelmetlen lenne, ha egy mobilozó hülye belép szállna. Az sokkal kényelmetlenebb. Igen. Szóval alapvetően igen, és hát vegyes, mert sajnos az látszik, hogy magunktól nem olyan képesek megoldani ezt a problémát. Ugye a podcastben Mariannal is szó volt róla, hogy fegyelmezettség kellene hozzá tulajdonképpen, de ez a közlekedést érintő problémák szerintem mindegyikére elmondható, hogy fegyelmezettség kellene hozzá, hogy ez működő dolog legyen, de mivel ez nem működik, valamilyen szinten ezt el kell érni, hogy az embereket akár elrettentéssel, nyilván nem ez a legjobb módszer, de igen, erre ösztönözzük. Nem tudom, én szóval amíg átmész a kamera alatt, és ott látják, hogy te mit csinálsz az autódban, ez egy viszonylag rövid idő, szóval nem az, hogy neked be van kamerázva az autód, és bármit csinálsz, ott te könnyékig az orrodban lóksz, vagy eszel, vagy tök mindegy, hogy vezetés közben mit csinálsz, nem az, hogy végignézik, és akkor ott Marika néni a számítógép mögött ezen röhög, hogy nézd már a hülye gyereket, hogy vezet, hanem csak egy ilyen bepillantás. Szerintem ilyen szempontból ez nem feltétlenül nagy probléma. Nem, de szerintem is szükség van erre, és foglalkozni kell. Most hallgattam reggel egy podcastet Zaher Gáborról, a HVG hívta meg beszélgetni, amúgy nekünk is van egy beszélgetésünk Zaher Gáborról, itt alul megtalálják az ajánlott videók között. De hogy, sőt, azt is feltöltöttem podcastbe Spotify-ra, mert elérhetőek vagyunk már ilyen Spotify-on is, meg Apple Podcast-en is. De hogy
azt mondta, hogy a különböző függőségeket sorolta fel, hogy Magyarországon van x ezer kábítószer függő, 2x ezer orcsepp függő és hasonlók. Ilyen is van, amit nem hallottam. Igen, hashajtó függő is van, és hát nagyon sokan vannak. Szarígy. Meglehetősen, de ne nevessük ki a függőségeket. De aminél nagyon megütköztem, a 3 millió online függő. Csak 3. 3 millió? Hát csak 3? Minden harmadik ember. Én többet tippelnék. Többre? Igen, a társadalmunkat elnézve én ezt többnek mondanám. Szerintem egy kicsit ez azért is van, mert ilyen körökben mozogsz. Tehát, hogy az online-on dolgozunk, abból élünk. Mondani, hogy online függő vagyok. Igen. Én egyébként nem érzem magam annak, de tényleg ez egy veszélyes dolog, és nagyon érdekes, amúgy minden harmadik ember. Az dermesztő. Én annak érzem magam, és nagyon dolgozom rajta, hogy ne legyek az, de az a baj, hogy tényleg a munkám miatt egész egyszerűen ez a folyamatos bekötöttség az internetbe, az majd, hogy nem elvárás. Tehát, hogy anélkül nem tudnám azt csinálni, amit csinálok. És most nem tudom, hogy ezzel csak nyugtatom magam, és hogy ez a saját menekvésem önmagam elől, vagy... Hát figyelj, egy fontos kérdés, hogyha... Mert nyilván oké, a munkád eszköze is ahhoz tartozik, de hogyha te elmész nyaralni, vagy nem feltétlenül nyaralni, csak mit te hétvégén elmész tekerni akármi, akkor ott is érzed ezt a kényszert, hogy te neked mindenképpen erről kell posztolni, és influencernek kell lenned, vagy tudod azt csinálni, hogy most biciklizek, vagy a családommal túrázok, vagy teljesen mindegy, egy gyerekkel játszótérre mész. Nekem ez egy olyan dolog, hogy nagyon függ az aktuális lelki állapotomtól. Tehát amikor jól érzem magam, és kerek a világ, akár munka szempontjából, akár párkapcsolat, család, ilyenek, akkor nem érzem ezt az igényt, hogy folyton a kezembe legyen a telefon. Ellenben, ha nem úgy mennek a dolgok, tehát, hogy mit tudom én, hogy nem találnak be a témák, és nem nézik a videókat, vagy nem úgy sikerül valami, ahogy szeretném, vagy egész egyszerűen valamilyen munkaügyi dolog nem adja ki, akkor nagyon bele tudok zuhanni egy ilyen árokba, és akkor tényleg azon, hogy folyton a telefonomon lógok egy pótcselekvésnek, hogy egész egyszerűen hogy kizárjam ezt a világot. Tudod, szokták mondani, hogy figyelemelterelés. Azért van az autómon hangos kipufogó, hogy elnyomja a gondolataim hangját. Elnyomja a hangokat a fejembe. És hogy én a telefonnak ezt a rám zúduló vizuális ingert használom arra, hogy ezt elnyomja, amikor nem mennek jól a dolgok. De ami tök érdekes például, hogy a podcast az egy jó menekvés ebből. Nagyon sokféle podcastet hallgatok, politikától kezdve történelmen át, ilyen tudományos technikával foglalkozó témákon át, hogy az viszont egy tök jó érzés, hogy folyton szól valami a fülembe. Tehát mit tudom én, van az altatás este, amikor el kell ringatni a gyereket, akkor ugye nem lehet vele játszani, nem szabad hozzá beszélni, ő így szuszog a vállamon, én meg közben éppen hallgatok egy interjút, és hogy Ez jó bringázás közben, amikor 180-as púzussal szopom fel magam a hegyre, és így azon gondolkozom, hogy miért csinálom ezt, akkor is hallgatok valami podcastet, de hogy... És mi a válasz rá, hogy miért csinálod ezt? Nem tudom. Nagyon jól jönni lefele utána. Ennyi, egyszerű, megvan a válasz. Igen. Szóval, hogy mondom, nálam egy az, hogy mennyit lógok a telefonon. Ha sokat lógok a telefonon, akkor szarul érzem magam, akkor nem kerek a világ. Amikor de meg... és ettől egyébként még szarabbul érzed magad, szóval egy ilyen Ez egy öngerjesztő folyamat. Amikor meg minden kerek, akkor meg nem veszem a kezembe. Tehát mit tudom én, az biztos vagy benne, hogy amikor most az elmúlt két napban a Mazdát szereltem, ami egy ilyen, jó, sokszor felkúrtam magam, amikor például nem nekem jött... Nekem ez nem tűnt fel egyszer sem. nem jött meg a balos tabrutpálca, hogy mit tudom, én szerintem egy ilyen 70%-kal csökkent a képernyőidőm, mert egyszerűen volt valami, ami lekötött, és foglalkoztam vele, és csináltam, és nem éreztem az ingert, hogy a kezembe vagyom a telefonon. Meg szórakoztatott is. És te? Nyár elején ugye Olivérékkel közösen voltunk nyaralni Horvátországban, és... Horvátba. Bocsánat, igen. A villany Mustanggal, amiről remek készült videó. Azt is érdemes megnézni, amíg nem láttátok. Szóval egy kifejezetten jó, viszonylag régóta nem volt ilyen élményem, ami ennyire markánsan megvan bennem, lehet, hogy friss azért, de tulajdonképpen alig volt a kezemben a telefon az ott tartózkodás alatt. Nem volt ilyen unatkozós, meg egész nap ülünk és semmit nem csinálunk a nyaralás, de tök jó érzés volt az, hogy amit itthon szoktam csinálni, így a rutin, mint én reggel ezt a pár youtubert megnézem, akinek a tartalmait követem, vagy hogyha hetente jön videó, akkor amikor jön, ott tulajdonképpen
teljesen lemaradtam ezekről, mert semmilyen készítést nem éreztem arra, hogy most én ott mit én social médiázzak, ide posztoljak, oda posztoljak. Amúgy sem vagyok szerintem a magánéletemben kifejezetten nagy ilyen instázós arc. Inkább így a munkával kapcsolatos dolgokat szoktam én is. Bár nekem nem része a munkámnak, de mégis egy ilyen furcsa készítés ezzel kapcsolatban van bennem. De hányszor van olyan, hogy küldesz egy 10 másodperces videót, és Oliver meg rólam a kirakja sztoriba, meg ilyenek. Igen. Szóval, hogy... de azért mondom, hogy nyilván ez hozzáad a munkához, de nem szükséges része, úgy gondolom. De tényleg az, hogy a nyaralásra visszakötve, hogy ott kifejezetten jó érzés volt az, hogy alig volt a kezemben a telefon, és tudtam élvezni azt, ami ott történik, és úgymond jelen lenni. Visszautalva a Marianus podcastra, Joy of Missing Out, ez a szép magyar kifejezés, hogy nem aggódtam amiatt, hogy én most miről maradok le, hanem élveztem. Jó kimaradni. Igen. És tényleg a fegyelem az egyetlen dolog, ami ebben így segítséget nyújt, és nagyon, én is egyre többször próbálom, de most az utóbbi 2-3 hétben pont jól érzem magam. Most úgy érzem, hogy felfelé ívelnek a dolgok. Lehet, hogy azért meg közeleg a nyaralás, én is elmegyek. Ne kiabáljam. Nem, mert nagyon jó klíma van az irodában, és mikor itt vagyunk, akkor kellemesen hűvös van, és nincsen olyan meleg, mint a nap felszínén. Basszus, az elég gyilkos volt, igen. Hihetetlen, szóval igen. Mennyit hozzátesz az ember életéhez egy jó klíma. De hogy lehet, hogy csak azért, mert nekem is most közeleg egy nyaralás, hogy elmegyek 2 hétre, azt hiszem nekem 2 szabad napom volt január 1-től. Január 1-től dolgozom itt, és 2-ször voltam nem itt. Szabadságon. Hát mind a 2 nap az volt, hogy elmentünk valahol bringázni a magyarokkal. És hogy most ugye elmegyek 2 hétre a családdal, kicsit sétálgatunk Szlovéniában. Nem, rendesen félek tőle. Most meg viszont te vigyázzál, mert tudni fogják, hogy Szlovéniában vagy, és ja, meg fognak találni. Megtalálnak, igen. Az a rengeteg, az a ritka szürke Prius. Csak 27 000 darab készült belőle keddél után. Mint a piros Swift. Nagyjából annyira ritka. Igen. Szóval, hogy kicsit félek is ettől, hogy ugye a check engine-nek én csinálom a címeket, én csinálom a videó leírást, én csinálom a thumbnail képeket, és hogy van bennem egy ilyen stressz, hogy mi lesz most. De megszűnik a csatorna létezni. Az a baj, egy kicsit azt érzem, hogy az ember egy ilyen munkából sosem mehet el igazán szabadságra. Nincs olyan, hogy teljes szabadság. Az biztos. Mert mindig megígérem biztos magamnak, hogy majd mindent megcsinálok előre, hogy majd Roland csak kilakozik, ez esélytelen. Igen. Sőtelen. Zárásképpen beszélgessünk egy kicsit egy remek Suzuki-ról. Számból vetted ki a szót. De szerencsére csak a szót? Egy erős... Jó, én inkább megyek akkor. Egy erős témát hagytunk a végére. Igen, a Vezesre írta meg Svékus Gergő az európai visszahívások 2023. 33. hetére. Jézusom, már a 33. hétnél tartunk. Már csak 20 hét van hátra az évből, az nagyon durva. Mindjárt karácsony. Kevin nélkül nincs karácsony. Van egy nagyon jó barátom, akinek a tesóját Kevinnek hívják, és általában már ki van a lelkettől. Szóval, hogy Suzuki Akros, ami tulajdonképpen egy Suzuki-ra átmatricázott Toyota RAV4. Nem tudom, hogy egy ritkán találkozok Akros, ez olyan, mint a Merci Camion Actros. Igen, az Actros volt, meg aztán egy idő után lett Axor is. Igen? Műveletlen vagyok, úgy látszik. Szóval, hogy a 12 voltos akkumulátor töltésére szolgáló A 12 voltos akkumulátor töltésére szolgáló fedélzeti egyenáramú inverter gyártás során megsérülhet, ami a modul hibás működését okozhatja, az pedig rövid zárlatot és tüzet idézhet elő. Magyarul... Mennyibe kerül ez a Suzuki? Megnéztem, Dániel, mert tudtam, hogy fel fog merülni ez a kérdés. Ugye a Suzuki a mi autónk, ez egy olcsó autó. Felkészültél? Igen, kíváncsi. 24.570.000-ről indul. Az induló ára 25 millió forint tulajdonképpen. Tehát veszel egy Suzukit, a megbízhatóság jelképét 25 millióért, és benne van, hogy rád ég a francba. Figyelj, most ezt a BMW-knél már megszoktuk, hogy azok a régebbiek tudtak. De azok olcsóbbak. Csinálni. Hát amúgy igen. Azokat ki tudjuk fizetni? Na, ezt a Suzukit? Ez sokkoló. Ez sokkoló, és ez egy nem tudom. De hogyha ez egy átmatricázott Suzuki egy Toyotáról, akkor tulajdonképpen ez a Toyotánál is fennáll. Vagy nem teljesen egyeznek meg, és ez a Suzuki-nak sikerült ilyen jól megcsinálni. Amennyire tudom, műszakilag ezek 100%-ig azonos autók, tehát én ránéznék a Toyotámra is, esetleg, hogyha van egy ilyen új. Nagyon fontos, hogy ez a plug-in hibrid
Az első Suzuki egyébként, ami plug-in hibrid, hogyha jól tudom. Így van. De hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy most minden, nagyon sokan járnak RAV4-gyel ezzel a szériás RAV4-gyel, mert hogy egy... De ez 19-20, vagy ez egész most aktuális modell, vagy mikortól van ez a modell? 35 működőnsz pedig rövidzárlótot idézhet elő, nem osztott meg velünk több részletet az újságíró. De ez a jelenleg futó széria. Jelenleg futó autó, így van, és nagyon fontos, hogy ugye a Toyotánál ennek létezik egy hagyományos hibrid változata is, mint ami hasonló elven működik, mint az én Priusom, csak erősebb, meg gyorsabb, és nem fogyaszt többet, amúgy az benne a vicc, hogy ezek a szekrények is ilyen ötfelekkel járnak. Az kemény, fejlődik a technológia. Nagyon szeretik őket emiatt, sokat is adnak el belőle, és megy, mint a sakál. Hát ez gondolom, azért kényelmes is. Nem olyan, mint az én Priusom, hogy most a sima hibridről beszélünk, a plug-inról, hanem hogy leléped, és rendesen megy. És mellette nem fogyaszt semmit, és tágas. Nem tudom, hogy miért kell egy ilyen rohadt hobbiterepjárónak megcsinálni, de valószínűleg erre van igénye az embereknek. Hát ezt tudjuk, igen, mindenből azt szeretik. Így van, de hogy én ennek vezettem a plug-in változatot, ami borzasztó volt. Én ezt nagyon-nagyon nem szerettem, azt az autót, mert egyrészt irgalmatlanul billeg, nagyon bután ráz a futóműve és dülöngél, a féke egész egyszerűen nincs felkészítve arra a megnövekedett súlyra, amit a plug-in a kupak alá tesz, és hogy nekem... Plug-in kupak. És hogy nekem egész egyszerűen nem tetszett az az autó, nem tudom, hogy a Suzuki-ban változtattak-e bármit, ha tippelnem kéne, nem. Én biztos, hogy nem vennék... De tettek bele egy 12 voltos akkurendszert, ami kigyulladt. Az mindig van bennük még a Teslákban is amúgy, szóval, hogy ez nem egy... És hogyha az lemerül, akkor az viszonylag megy szívás. Így van, így van, így van. Hát egész egyszerűen az autóipar még nem állt át. Tehát, hogy a 12 volt, amire 60 éve gyártunk autót, az még nagyon sok segédberendezés velünk lesz jó darabig. Nem szűnik meg egyik napra. Igen, de szóval, hogy egy nagyon furcsa dolog az, hogy ugye a kigyulladással a Teslát szokták zrikálni, és pont a Toyota, aki egy tradicionális autógyártó, és velünk van tényleg 70-80 éve, és hogy a megbízhatóság és a minőségnek egy ilyen szobra tulajdonképpen, és hogy náluk is be tud csúszni ilyen. De hát ugye nem ez az első volt, ugye a takatalékzsák botrányban ők is érintettek voltak. Szóval, hogy vannak ezek a jól hangzó lózungok, de hogy érdemes odafigyelni, mert minden gyártónál becsúszhat a baki. Ettől függetlenül én egy sima hibrid RAV4-jel azért nagyon boldog lennék az elkövetkező pár évre. A visszahívásokban így ez a csodás 25 millió Suzuki mellett van még egyébként más is, vagy nincs más visszahívat? Most nézem még itt a Renault Trucks C per K per T per THI típusú járműveit 2021. 9. hó és 23. 3. hó közti gyártásban az ablaktörlőt vezérlő szoftver hibája az ablaktörlők nem megfelelő működését eredményezheti, ami balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő. Kevésbé gázos, mint egy kigyullad az autót, de igen, igen. Kemény dolgok ezek. Igen, igen. Hogy értékeled az első podcastünket? Jól érezted magad? Szerintem jó, kicsit rapszódikusan csapongó volt időnként. Minden podcast ilyen, de ezt nagyon szeretik az emberek. Igen. Én bizakodó vagyok, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy tetszett nektek. Majd igen, írjátok meg kommentben mindenképpen, és ha tetszett, akkor osszátok meg ismerőseitekkel is. Így és van. Hogyha tetszik, akkor igyekszünk még készíteni ebből neked egyébként. Hát a 7-8 témából, amit összeszedtünk, abból azt hiszem 4-ig jutottunk, de nem is feltétlen bánom, mert de legalább már egy órája megyünk, nagyjából igen, egy órája. Igen, most már most lepjük át az igen, egy akkor... órát, igen. Még lenyessük az elejét, akkor ez egy pont egy egészséges. Rolandot kivágjuk, mikor bejött. Kivágjuk? Szerintem hagyjuk benne. Meglátjuk. Meglátjuk, mindegy. Szóval, hogy szórakoztató, mindig jó új dolgokat kipróbálni, és mondom, majd két hetente egyszer jó lenne ezt folytatni. Nekem ez amúgy így tetszett, meg hogy így nem csak autókról beszélgettünk, az mindig szórakoztató, amikor emberek másról is beszélgetnek. Nem csak arról beszélnek, amihez nagyon nem értenek, hanem amihez kicsit nem értenek, arról is. Igen, igen, fontos, hogy olyan, hogy a tények ne torzítsák a tisztánlátásunkat. Szerintem ez végszónak tökéletes is tökéletes lesz. Volt, úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és tényleg köszönjük, hogy végighallgattátok. Aztán két nap múlva megyünk tovább valami friss dologgal. Sziasztok! Hello.